Egyelőre, amíg nem tudja nekem megmutatni, hogy milyen törvényre hivatkozik, addig nem hiszem, hogy kell, hogy távozni. Jó, nézzük meg, hogy miért nem. Nyitvatartási időben vagyunk? Igen, ügyfélként kértük. Milyen jellegű ügyfélként kértük, úgy szerint? Bocsánat. Mi a probléma? Nem jövök. Egyelőre nem, majd legfeljebb, hogyha kell, akkor letudjuk a felvételt. Igen, az a kérdés, itt az úr azt mondja, hogy nem jöhetek be. Miért nem jöhetek be? Én most nem is tudom semmi válaszolni, kérem fel legyen. Milyen törvényre hivatkozik ön? Nem hivatkozik semmilyen. Hát én azt gondolom, hogy hivatkozom. Uram, megkérhetem önöket, hogy segítenek. Köszönöm szépen. Ott is mennek kamerák, van itt egy csomó. Ott van a Olyan nem mehetek, de kivel a kampány pénzem? Nem, 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 az nem számít, be van zárva az ajtó. Nem mehetünk be, se ki, se, sehova se. Letiltották a bejárást, letartották az ajtót. Tényleg. Hát itt a sor, ne olvasztam én. Azzal most nem tud menni semmire, sajnos. Ügyfelet enged be. Vár egy-két ügyfél itt, uraim. Szabad? Szeretnénk kivenni a kampánylóvénkat a számlánkról. Nem lehet? Meg a vezető intézi, jó? Na, miért korlátoz engem a vezető, abonjon hozzá vissza a pénzemhez? Beszaligyáv a nép! Rabolni, lopni tudta? Hogy a papa, mama ment volna annak idején moziba, mikor benneteket csinál. Hol vagyok? Feladatomat megteszem, megyek rágyújtok. Milyen kocsuk? Nem megyek már a vacipánkát. Ne menjél sehova, mert kell lesz. Nézd, ez hülye, ez a trappet volt. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most van soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, választhatok! A magyarok istenére esküszünk, hogy rabot tovább nem leszünk!